Jó reggelt mindenkinek! Mario. A szombati vélemény nyilvánításunkat megkezdjük. Amint látjátok, a fiúk munkába lendültek. Már reggel dolgozunk. Igen, azzal az irammal, amivel tegnap befejeztük a vélemény nyilvánításunkat, ugyanazzal a lendülettel ma reggel 7 óra után egy kicsivel folytatjuk is. Mert el kell mondanunk még mindig, hogy Magyarországon diktatúra van, kőkemény diktatúra van, ezt lehet tapasztalni nap mint nap, óráról órára. Sziasztok, szia Irénke, Stéger Irénke nézi velünk, Rácz János nézi velünk, Farkas Lajos nézi velünk. Jó reggelt nektek is, és jó reggelt Magyarország! Diktatórikus Magyarország. A mai vélemény nyilvánításunk az azért van, mert hétfőn lejár a, vagyis holnap már lejár a kövér távoltartás 60 napja, így ezt megelőzően most utoljára föltesszük a Magyarország diktatúra plakátunkat, és meglátjuk, hogy leveszik-e ezt a hétvégén, de mi azt is javasolnánk, hogy ne vegyék le, hétfőn úgy is lesz dolgunk itt Szigetszentmiklóson, és mi magunk le fogjuk szépen venni ezt a diktatúra feliratot. Úgyhogy azt tudjuk javasolni, bátran hagyják itt, jó lesz ez itt, majd mi hétfőn levesszük. Megígértük minden alkalommal, hogy majd, ha letelik a 60 napos távoltartási eljárásunk, utána mi magunk levesszük, de hát mindig megelőztek bennünket. Úgyhogy nézzétek, szépen emelkedik fel a plakát. Mindig magasabbra. Magasabbra, így van, mert Magyarországon diktatúra van, és ezt már ennél magasabbra nem lehet felrakni. Most én itt ide letérdelek, hogy lássátok. Még nem látni innen a rúd végét, de most már igen. És szépen itt mutatja ez a plakát az igazságot, mert mi mindig az igazság nyomában járunk. Az igazságot hirdetjük. Kár, hogy nem teszitek többen ezt velünk, mert akkor talán lehetne győznünk. Na, megy szép. Igen. Szép zászlófelvonás. Tenkes kapitányát kellene, ő a látszik, hogy valamelyik már mi nálunk bankát vagy a pártalan éppen egyesítünk. Na. Na. Szerde? Igen, egy picit lejt. Tied mehet fönten. Laci. Laci-é mehet fönten. Feri már nagyon fönten. Feri nagyon fönn van. Jó. Na. Szól. Még. Még egy Viszi picit. Még. Na, megvan. Tökéletes. Jó. Nagyon. Igen. Sajnos elég szomorú, hogy a diktatúra így kitökéletesedett Magyarországon. Mint ahogy felrakták a fiúk ezt a táblát, vagy plakátot. És ha belegondolunk, akkor ugyanilyen ellenállás nélkül tökéletesedett ki a Igen. diktatúra, hiszen nem álltatok ellen, tehát ez a diktatúra ez minden további nélkül tudott működni, és így fel tudott menni, mint ahogy itt is felcsúszott a vizes oszlopra a diktatúra feliratosa, én is látom, hogy nagyon jól néz ki. Szépen rikít a napsütésben, és ugye meg tudták tegnap szavazni, ezt nem tudom, arról beszéltél-e Marika, hogy ugye még nem. Tegnap ugye megszavazták a fosó törvényeket, tehát mind a BTK módosítását, ne felejtsétek, ez nagyjából azt jelenti, ha ezután hozzászólsz egy politikushoz úgy, hogy ő ezt nem szeretné, vagy olyan helyen, ahol ő nem szeretné, 2 évre sittelhetnek le. Azért bazd meg, mert hagytad. Tehát azért, mert nem voltál ott a parlamentnél a szavazásnál, nem voltál ott a házaiknál, nem pakoltad tele az országot diktatúra felirattal. Most egy kicsit izgulhatsz, bár aki eddig nem akart politikusnak
szólni egyszer se, az nem tudom, hogy lehet, hogy ezután se akar, hanem birka módon tűri. Hát látjátok, azért van néhány sárga pólus, aki ezt nem tűri, és már vannak ötleteink, természetesen az új GTV, mert ugye tegnap azt is megszavazták, mert hagytátok, az új GTV utára is, hogy hogyan tudunk igazán jól véleményt nyilvánítani, úgy, hogy a hatalomnak ez ne tetszen. Akkor, mert mondod, hogy tegnap megszavazták, akkor a Racki András az a mi találkozónk után bement még megszavazni? Ezt nem tudom, hogy ő megszavazta, én még nem láttam a részleteket benne, de hát azért ugye ezt az Racki András tegnap a találkozó jól elmondta, hogyha emlékeztek, hogy igazából ez azért van, hogyha ő megy a metrón és olvas egy újságot, akkor politikai kérdéseket ne intézhessenek hozzá. Igen, hát ezek a hárító szövegek, mert úgy is tudja mindenki, hogy tulajdonképpen a sárga pólósok miatt született ez a törvény. És egyébként pont arra gondoltam, hogy ha mindenki nyilvánított volna véleményt, akkor gondoljátok, hogy mertek volna ilyen törvényt hozni? Hogy mertek volna ilyen törvényjavaslatot beterjeszteni és hozni? Nem. Biztos, hogy nem. Ha százak és ezrek vannak ott a házaiknál, az irodáikban, a bankokban, az utcákon, az ászlórudakon, akkor ezt nem merték volna megtenni. Tudjátok, az látszik, hogy a hatalom az kapkod, mert ilyen septébe hozzák ezeket a törvényeket. Nekünk viszont nagyon meg kell tanulni ezt az új gyülekezési törvényről szóló összes jogszabályt, hogy ezután is tudjunk véleményt nyilvánítani, de azt tudnunk kell, meg tudnotok kell, hogy amilyen septébe összehozott tákolmány, az mindig rengeteg hibát tartalmaz. Ezért is van az, hogy állandóan buherálják ezt az alaptörvény dolgot, és majd meglátjuk, mit fog hozni a jövő. De ahhoz, hogy valami eredmény legyen, amit számtalanszor elmondunk nap mint nap, nektek is fel kell állni ehhez a dologhoz. Nem csak a devizásokról beszélek, hanem az összes létező emberről, aki akármilyen tevékenységet folytat az országban, ugye legyen az egészségügy, pedagógia, szociális, stb. Mindenhol. Legyen a rendőrségnél is, és amit mindig mondunk, hogy úgy lehet egy hatalmat gyengíteni, ha bojkottáljátok a tevékenységi dolgaitokat, lassítjátok, nem csináljátok meg, mintha elfelejtenétek, postás nem hozza ki a térti vevényes levelet. És szép lassan így le lehet szépen bénítani egy hatalmat. De hát mondom, ehhez az kell, hogy százak, ezrek, tízezrek álljanak oda, és nap mint nap ezt csináljátok. Igen, az kellett volna eddig, de hát látjátok, ezek a politikusok olyan törvényeket hoznak, ami jó részt nem is átgondolt, egyébként is nagyon sok zagyvaságot és butaságot beszéltek és hordtak össze mindent ezzel kapcsolatban. Az én részemről meg hamarosan elmondom, lesz egy orvosi igazolásom, hogy nem vagyok se beszámítható, se normális, tehát rám az ő általuk meghozott törvény lehet, hogy nem lesz érvényes. Jó napot kívánok! Persze, mindent ki lehet találni, nyilván én azt gondolom, hogy leleményességgel és bátor tettekkel bármikor megoldható, tehát ez abszolút jó. Tudjátok, még a másik, ami mindig eszembe jut, ha egy kormány demokratikus módon akarja irányítani, illetve nem irányítani, kormányozni az országot, és ott vannak képviselők, akiket megválasztottatok, meg az emberek, a választópolgárok, azoknak a képviselőknek azért én szerintem éjszakánként csak eszükbe jut valami, hogy jó az, amit itt rám kényszerítenek. Mert ugye azért legyünk őszinték, a hatalomban most az van, hogy körbe megy egy levél, ezt a gombot kell megnyomni ekkor, azt a zöld gombot kell megnyomni akkor. Tehát azért előbb-utóbb én szerintem csak ki fog ez, hogy mondják ezt, mint egy ilyen gyulladásos seb, úgy elég lesz, meg fog gyűlni, és ki fog fakadni ez valahogy. És az emberekben azért csak elő fog jönni ez az lelkiismeret. Én szerintem valamikor elő kell, hogy jöjjön, mert az nem lehet, hogy minden csak ilyen gépezetszerűen szavazzanak, illetve csináljanak. Tehát valahogy ez valamerre el fog ez mozdulni, én úgy gondolom. De mondom, ehhez az is kell, hogy sokaknak, ezreknek véleményt kell nyilvánítani, és hangot kell adni annak, hogy valami nem megy jó az országban. Néhány gondolatban válaszolok a nézőknek, majd mindjárt megnézem, most már talán látom is, igen, így már fogom látni.
azt mondja, hogy eddig nem láttuk. Marika, te válaszoltál valakiknek? Nem, ugye? Még akkor nem. Miért veszitek le a távoltartás megszűnésével, a diktatúra még nem szűn meg? Igen, megyünk kövérházához helyette véleményt nyilvánítani, tehát mi így döntöttünk, de természetesen, Éva, ha gondolod, akkor tegyél fel valahova te is diktatúra plakátokat, és azt mondjuk ne szedd le. Ugye egyébként úgy is leszednék, tehát nem maradhat azért ez itt örökre. Mi felajánlottuk most már nagyvonalúan több egyszer, hogy majd mi leszedjük 23-án, eddig mindig leszedték, tehát azért mindig megoldották. Kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy most meddig fogja bírni, ugye mára írtak nagy esőket. Eddig azért nem tettük fel a múlt héten, mert nagyon nagy szél volt, és ugye azt láttuk, hogy papírból van ez a diktatúra felirat, mert ugye mi nekünk erre van keretünk, hogy ezt megcsináljuk, és ezt le tudja tépni a szél. Nem kaptunk felajánlást, tehát ugye feldobtuk ezt, hogyha valaki csinálna nekünk egy tartósabbat, ami mondjuk eső és szélálló, akkor szívesen azt is elhelyeztük volna. Nem kaptunk ilyen felajánlást. Nincs meg még az a szolidaritás, hogy azon kívül, hogy, vagy kevés, mondjuk azt, hogy kevés az a szolidaritás, hogy veletek vagyunk és ügyesek vagytok, tehát hogy enélkül még áldozatot is hoznának az emberek, mert ugye Petőfi is megírta, tetre gyávák, sönzők áldozatra, pedig ez a két dolog kell ahhoz, hogy győzzünk, bátorság a tettekhez, és önzetlenség, hogy áldozatokat hozzunk. Szerintem a sárga pólósoknak ez megvan, ti is megtehetitek, tehát aki csak az egyiket tudja, az tegye. Tehát, hogyha nincs lehetősége, hogy önzetlen legyen áldozatra, mert nincs miből áldoznia, akkor legyen bátor és álljon ki. Vagy ha valaki meg úgy látja, hogy ő nem elég bátor ahhoz, hogy csináljon valamit, igazán támogathatja önzetlen hozzájárulásokkal azokat, akik legalább cselekednek. Ilyen ugye a büntetés számlánk is, a Nem adom a házamat mozgalom jegyzeteiben megtaláljátok, legutóbb összejött körülbelül a 10%-a, vagy eddig a 10%-a, kicsit több mint 10%-a jött össze annak, ami az összes eddigi büntetésünk, amit ugye ki is osztottuk azoknak, akiknek ezt be kellett fizetni. Van még azért 2.500.000 forintnyi büntetésünk körülbelül, amit vagy befizettünk, vagy leültünk, vagy még függőben van, tehát ehhez természetesen bárki hozzájárulhat, mint ahogy hozzá lehet járulni a nyomtatási költségekhez, a papírhoz, a ragasztóhoz, mert azért nem ingyen van, nem drága, tehát ilyet például, hogy ilyen diktatúra feliratot bárki megcsinálhat, hiszen 21 néhány lap kell hozzá, egy nyomtató vagy egy filctól, amivel megrajzolod, és akkor ugye ez egy közel 3 méteres nagy felirat lesz. Egy kis zsinór, és mondjuk egy tekercs ragasztóból 2 is meg lehet csinálni. Tehát azért egy kis ügyesség, mondjuk fél óra, óra munka, ki tudja, hogy ki mennyire rutinos. Tehát nem olyan bonyolult a hatalmat legyőzni, egyszerűen csak cselekedni kell rendszeresen, és ha cselekedsz rendszeresen, akkor működni fog. Megmutatom még nektek egy kicsit messzebbről is, hogy hogyan néz ki, így, hogy én is felálltam. Tehát itt néz ki ez a mai akciócsoport, és akkor, hogyha nincs senkinek más mondani valója, akkor ezzel el is köszönünk. Annyit még szeretnék mondani, látjátok ezt a mai véleménynyilvánítást is, meg a tegnapit a érdi bankokban. Otthon is megcsinálhatjátok ezt a régiótokba, akár egyedül, akár ketten, akár többen. Csak az a lényeg, hogy mutassunk a hatalom felé véleménynyilvánítást. Azzal fölhívod a figyelmet arra, hogy valamit cselekedni kell nekik. Így van. Tehát változtatni kell a helyzetet. Így van. Ha nem akarjátok azt, hogy ebből az országból még több ember kimenjen, még jobban le legyünk taposva, még jobban gúzsba legyünk kötve, Azért vagyunk, gyerekek, 10 millióan ebben az országban, vagy állampolgárok, hogy mi határozzuk meg azt, hogy mi legyen az országban, ne 200 ember. Így van. Oké. Okay. Igen, még csak annyit, hogy ugye mondta Feri, hogy mindenki elmehet a saját lakóhelyéhez, közeli képviselőkhöz. Valóban, én tegnap láttam, és most már nem ez volt az első eset, mi ezt már 2014-ben megtapasztaltuk Páncél Károly, aki a mi képviselőnk,
elmondása alapján, és tegnap is megtapasztaltam, hogy Aracki András mindamellett, hogy szakember, azért nagyon foghíjas a tudása erről a devid alapú hitelezésről. Hogy lehet, hogy itt kezdődik a probléma, hogy azok a képviselők, akik megnyomogatják a gombokat, nem tudják, hogy miért nyomogatnak gombokat. Hogy mindenkinek ezt kéne tenni, tessék felmutatni a képviselőket, mint annak idején elmentünk Tesedi Zoltánhoz is. Ő, neki is ugyanez volt a véleménye, tehát nagyon keveset tudnak érdemben erről a devid alapú hitelezésről, és az is kiderült számomra tegnap, hogy a bankokat mentik. Ő is azt mondta, hogy a bankok akkor csődbe mennek, a bankok akkor tönkre mennek. Tehát értitek? Ők nagyon jól tudják egyébként, hogy a bankok becsapták és átverték az embereket, de mégis azt mondják, hogy a bankok nélkül mi lenne ezzel az országban. Én meg azt mondom, hogy az ő információjuk ezek szerint téves. Nem jól tudják. Szerintem a bankok előtt is volt élet, és szerintem a bankok után is lesz élet, ezt kell nekünk megmutatnunk. Igen, ugye a sok észosztó, akik csak a Facebookon nyomják a dolgokat, hogy milyen szar, meg ilyen szar, meg olyan szar, azzal az a probléma, hogy sem Orbán Viktor, sem a többi politikus nem nézi a te Facebookodat. Tehát ne gondold azt, hogy azért, mert mondjuk előadod, vagy leírod a Facebookodon, vagy egy videóban, attól majd eljut az információ bárkihez. El kell menni úgy véleményt nyilvánítani, hogy biztosan meghallják. Ugye ez az, amit korlátozni akarnak, tehát ez az, ami működik. Tehát egyértelmű, hogy a hatalom a saját hatalmát akarja fenntartani. Tehát ez a lényege ennek a dolognak. Nem láttam, igen. Akkor még válaszolunk Lökös Erikának, fizetés emeléssel befogták a szájukat azoknak is, akik esetleg kényelmetlen már a helyzet, látják a pofátlanságaikat, akkor a pénzt kapnak ezért, kussolnak, gubbasztanak a padokban, ha egyáltalán hajlandók bemenni. Igen, tökéletesen jól látod. Erre is rákérdeztünk egyébként tegnap Arackinál. Azt mondta, hogy nem is olyan sok az a fizetés, mert 1 milliónál kicsit kevesebb, és az is bruttó. Tehát ugye ezt mondta, hogy ez a dolog lényege. És hát érthető, hogy ezzel ők nagyon jól el vannak a langyos vízben. Azt elfelejtettem mondani, hogy az 1 millió bruttó mellé mennyi minden járvény. Autóhasználat, benzin. Azzal együtt egyébként nagyjából, vagy valahogy így, vagy kicsit több. Az előző lájkoló szeretnék még hozzáfűzni valamit. Én mindig azt mondom, az embernek a gerince azért van, hogy legyen tartása. És a parlamentben is olyan emberek kellenének, akik nem megfelelési kényszer alapján nyomkodják a gombot, hanem igenis legyen tartásuk az embereknek. Ha nem, én például ezt úgy nem tudnám vállalni ezt a funkciót, amit a képviselők, akkor inkább nem csinálnám. Csak pusztán megélhetésért nem. Igen, de éppen itt van a lakosoknak a felelőssége, hogy tessék elmenni és felelősségre vonni a képviselőtöket. Tehát ne várja azt tőlünk, hogy majd 5-6 ember minden képviselőhöz el fog tudni menni. De a lakóhelyeden el tudsz menni, a lakóhelyeden, ha van bankár, ha van képviselő, ha van politikus, el tudsz menni, és hogyha tényleg mindenki kinyilvánítaná a véleményét, akkor lehet, hogy megdőlne az a tévhit, amiben a képviselők most élnek, hogy csak néhány embernek jelentett problémát, mert a többiek számára megoldották. Abszolút. Értitek? Hát ebből a létszámból, amivel mi oda megyünk, azt lehet leszűrni. Hát ha csak ennyien vagytak, sőt, tegnap Aracki András azt elmondta, ugye ő azt mondta, hogy 4,5 millió ember szavazott a Fideszre, és azok közül senkinek nem volt devizahiteles problémája. Értitek? Tehát ők ezt így könyvelik el, hogy 5 ember vagy 10 ember megy ki, akkor csak annak probléma, és az nem probléma. Igen. Ezért kell nektek is felállni, és nem tudjuk elégszer elmondani, hogy nektek is kell, magatoknak is, mert másképp nem lesz megoldás. Ezt kell végre látnunk. Úgyhogy mindenkinek ezt javaslom. És tehát azt is meg kell vizsgálni, hogy ilyen demonstrációkra az emberek ömlenek. Most mondjuk csak egy példát, békemenet, vagy nem tudom, minek hívjátok ezt. Ott is olyan, nem tudom hány tízezer ember, hát abból is volt egy csomó devizahitelkárosodott. Ott van bicikli verseny. Akkor ilyen mindenféle ilyen
főzőverseny, meg itt nap mint nap ezzel kábítják az egész országot. Oda elmennek 10 000-en, 20 000-en, és pontosan arról, tehát arra azért, ami az életetek függ tőle, azért nem akartok semmit tenni. Tehát bármilyen más ilyen marhaságokra az emberek kaphatóak, és tényleg a komoly életbe vágó dolgokra meg nem. Igen, hát ahogy Petőfi mondta, tetre gyávák s önzők áldozatra, és akkor gyakorlatilag ez a 9 méter magasságban, nagyjából 9 méterre ma is felkerült, magasan van nagyon a diktatúra, és megpróbálok egy olyan képet tenni, amiben mindannyian látszunk, igen, körülbelül ezzel a képpel fogjuk lezárni. Fontos nagyon, hogy ne csak mi csináljunk ilyen dolgokat, hanem te is cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá!